6 van az aksim, úgyhogy gyorsan mondom, legalább most már mindenki izgul a teremben. Ti mi miatt jöttetek össze? Ti miért jöttetek össze? Ti mi miatt nem jöttetek össze? Ezt hat foglaljam most össze. Nem olyan rég észrevettem, hogy van a magyar nyelven két kérdőszó, illetve egy kérdőszó, meg egy kérdőszó kapcsolat, melyet a magyar ember rendre rosszul használ. Miért? Mi miatt? Miért? Mi miatt? Miért? Miért? Mi miatt? Tényleg. Miért? Mi miatt? Mi miatt? Miért? Mi miatt? Miért? Mi miatt? Kérded. Jelentéstartalmukat illetően alapvető különbség közöttük, ugye mi miatt mindig valaminek az okára, a miért pedig mindig valaminek a céljára vonatkozik. Ilyeténképpen a miért nézel ki ilyen szarul kérdéssel, mert tegnap előválogott után retekmót bebasztam, egy helytelen válasz. A mi miatt öltöztél ki ennyire, mondat pedig teljesen értelmezhetetlen. Adódik a kérdés, hogy te egyszerű mi miattokat, mi miatt értekű, mi vagy pedig valódi miérteket gyűjtesz magad köré. Éldegéleti életed a társadalmi normák szerint bizonygatod magadnak, hogy az évek lassan telnek. Ki az itt most közöttünk, aki előre tekint, és hányan padlóztok Rückvercbe egy Dölórienben? Ki az, aki azt nézi, hogy mi lesz majd itt holnap? Ki az, kinek holnapjai inkább egy archív honlap elfeledett hasábjain tisztelegnek Árpád iránt? Hátrafelé nyilazunk és ordítjuk a Kárpátiát. Azért, hogy valami legyen, vagy amiatt, mert valami volt? Basszunk inkább jól, tesák, ma is, mit kérsz? Let's party! Itt van előttünk a New School, a Lilfrak, meg a Dekomsz, de mi havonta négyszer megtöltjük a parkot, bazd meg Netspartin. Ti mi miatt házasodtatok össze? Ti miért házasodtatok össze? Ti mi miatt nem házasodtak össze? Egy sörér a pulthoz most össze. Te amiatt kérsz még egy sört, mert már lehúztál hármat, de ha megkérdezné miért iszol, szóval csak elnyomna a bánat és... Kerestél egy konnektort, mert a 6% nem sok. Jó lesz, hagyjat feldugod, töltsön rá még hatot, de hogy a faszba töltődne a telefonod éppen, ha a konnektor mellett ülve basszáj, folyton nyomogatod? Folyton nyomogatod, folyton baszkurálod magad, mikor épp töltődnöd kéne innen valamerre tovább. A tegnapon van a címlapon, mikor most kellene cselekedned, hogy holnap végre átérhesse egy óriási nagy csodát, mikor nem bűnbakot vagy körülményt keresel a saját magadon kívül, hanem te leszel a körülmény, ami alakít majd mindent. Járulj hozzá annyival az életnevű játékos, hogy kidobsz minden mi miattuk, és lész végre egy szintet, amit éppen látsz vagy hallasz, az sajnos már nem jelen. Most is épp a múltból üzenek neked ott a jövőbe, mert amíg a hang és a fény odaér hozzád, pár homokszem lepereg. A jövőt pedig nem létezik, de itt van benne a fejedben. Mi az, amit csinálsz épp, és mi az, amit szeretnél? Találtál egy kifogást, ez most nyugtató vagy lüktető? Új holnapok helyett megint tegnapokat szereztél, a bajnokunk sem azt kérdezte, hogy mi miatt is tüntet ő. Hogy mi miatt is írtam ezt, hogy mi volt vele a célom, itt akartam elárulni, már hallom, ahogy remektek, de a megnyitott archív honlapok, meg a Max fényéről miatt ez a szaradék is épp az imént lemerült a kezemben.